Sziasztok, ez itt a Trader a Market, méghozzá uh, csütörtéki Quick Charts, és egyből követjük ugye a szerdai videót, hiszen volt egy kis csere, és sajnos a piac nem volt annyira kegyes hozzánk, hogy valami egetrengetőt csináljon. A dollár viszont elég érdekes mozgást mutat be, jöttek an, uh, makroadatok, például az Unemployment Claims és a GDP, ami megint kifejezetten érdekes mindkettő, illetve hoztam nektek egy nagyon jó hírt, amit igazából a kriptoszektor be se tud árazni, és sokan fel se fogják, hogy mennyire jó, de azért vagyok itt most nektek, hogy egy az, hogy elmondjam nektek a hírt, és tulajdonképpen megmagyarázom, hogy miért annyira jó, ami úgy szól, hogy az Egyesült Államok képviselőháza két kriptotörvényt is megszavazott. Az Egyesült Államok képviselőházának pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága szerdán megszavazta a pénzügyi innováció és technológia a 21. századért, valamint a blokklány szabályozási biztonságáról szóló törvényt. Az elfogadott dokumentumok szabályokat fektetnek le a kriptócégek számára arra vonatkozóan, hogy mikor kell regisztrálniuk az amerikai értékpapír és tőzsde a sec vagy az Áru Tőzsdei Határidős Kereskedési Bizottságnál a CFTC nyilvántartásba felvázolja azt a folyamatot is, amelynek keretében a cégek igazolni tudják a szeg felé, hogy projektjeik megfelelően decentralizáltak, és így a digitális eszközöket digitális áruként regisztrálhatják a CFTC-nél. A Blockchain Regulatory Certainty Act nevű törvény javaslat pedig olyan iránymutatásokat határoz meg, amelyek a blokkláncfejlesztők fejlesztők és szolgáltatók, mint például a bányászok vagy a decentralizált pénzügyi platformok számára tisztázza azokat a pontokat, hogy mikor minős egy cég pénzszolgáltatónak, és kimondja, hogy amennyiben nem kezel ügyfélpénzeket a vállalkozás, akkor nem, menűsül, nem minősül annak. És ez azért annyira jó, és egyelőre a piacon ez nem látszik, és valószínűleg nem is fog látszani, hiszen ez tulajdonképpen a legközvetlenebb és a legnagyobb lépés ahhoz, hogy egy teljesen normális tőke áramoljon be a piacra, befektetők, cégek, alapok, stb. úgy normálisan a piacra lépjenek, és meg ez a kriptó ez egy ilyen befogadott, elfogadott dolog legyen. Tehát tulajdonképpen ezek a szabályozások azok, amitől ahhoz képest a kriptó fiatal piac egyből ki tudja nőni magát, hiszen így, ameddig nincsenek szabályozások, egyértelműen, hogy egy kicsit úgymond kockázatos, riszki, és sok cég, vállalat, stb. nem is fog csatlakozni, ameddig nincsenek pontról pontra leírva, hogy mi van, hogy van, tehát ez ez, ez egyszerűen hihetetlenül jó hír. Egyébként, sajnos a piacon nem látszik a dolláron, viszont látszik az, hogy a GDP az nagyon jó, és nagyon meglepőre sikerült ráadásul, tehát a forecastnek is fullos, fullra ellene ment, és ugyanúgy csinálta az unemployment claims, hiszen elég nagy esést látunk, és a forecast az majd 238 ezeret mondott, és a valós adat az, ami 223 ezer körül lehetett, ha nem így van, akkor ide a képennyőre kiírtam, sajnos már korábban néztem meg, tehát nem pontosan emlékszek, bocsánat erre, de nem is ez a lényeg, hogy mennyi a pontos szám, hanem az, hogy mind a két adat egyébként elég jóra sikeredett, és a dxy ba látszik az, hogy miután megcsinált ezt a korrekciót, amiről tegnap beszéltünk, és szabályosan beleütközött az ellenállásba, hogy ez a zóna alja, nem pipra pontosan, de elérte egy elég vad leszúrás után, hiszen ez, ez a GDP stb. ez tud egy kisebb volatilitást okozni. Egy hasonlóan vad emelkedést mutat be, és az 101,483-at megtörte. Ami egy soron érdekes mozgás, hiszen ezt mindenképpen konfirmáltan törni kell e napos idősikon ami tudjuk, vagy nem tudjuk, ezért mondom el, azt jelenti, hogy ö, tulajdonképpen is egy felfele törte, egy zöld gyertyát kell fele, felé zárni ennek a színnek, és ö, ha az megtörténik, akkor viszont nagyon elkezdhetünk gondolkozni, hiszen a kriptoszektornak az nem feltétlen pozitív. És ö, azért nem pozitív, hiszen ö, bár Nagyot kell bizonyítania, hiszen egy higher height kéne csinálnia, és van egy 50-es, illetve egy 200-es exponencia is mozgó átlag előtte, viszont akkor így konkrétan a dollár azt mondaná, hogy ezt a süllyedést, ami itt ez megtörtént, ezt nem kéri, és egy nagyon komoly, már-már már nem úgymond normális, egészséges korrekcióval, korrekciót kapnánk válaszul, és ez egyértelmű, ezt nem kell tovább taglalnom, hogy ez miért lehet fenyegető, Azért még nem reszketünk, hiszen, mint mondtam, kell szinte egy higher, itt ennek a, ezt a higher high meg kell csinálni, és akkor gondolkozhatunk. Viszont így, hogy, és most áttérek a kereskedő indikátorunkra, így, hogy ilyen volumen van, ami két élen táncol, van és nincs és amikor kicsit így fel, tudunk, fel tud ugrani a kriptoszektor, akkor így van, egy minimális annyi, hogy a dollárnak nagy hatása legyen, aztán visszaugrik, akkor semmi nincs, stb. Ezen a Élen táncolásnál igen-igen számít a dollár és láthatjuk, hogy ma is egyébként ahhoz képest egy, full, egy teljes konszolidációban vagyunk, sőt még a kriptópiac egy kicsit pozitív is, a dollár emelkedése, és természetesen egyéb dolgok is ugye a szektort egy kicsit így pirosba taszították, ami azért annyira nem durva, hiszen még mindig megvan ezek két, két él itt a szektornál, ma is látunk elemeket, amit kicsit tudott emelkedni, ma is látunk, amit kicsit tudott süllyedni, ami nagyobbat tudott süllyedni, stb. Sajnos ezek a dodgy ezek nem iránymeghatározóak. Konkrétan nincs az, hogy akkor most van szellóferő, kis irány meghatároznak, csak ugye sok, nagyon sok elem van, és mivel már ez hónapok óta megy, hogy a legtöbb nap nagyon eltérő a kriptópiac, ezért elég komoly más struktúrákat tud felvenni egy egy-egy és nagyon figyeltek oda, hiszen szinte minden elemet, ahogy én figyelgetem, máshogy kereskednek. Nem ugyanazok a setupok, nem ugyanazok úgymond a szokások, és ez egyébként megszokott lenne, belegondolunk különböző kripto elemek, stb., de most még inkább még inkább más az egész a kriptó szektoron, Egyértelműen akkor van a legjobb dolgunk, hogyha ilyen szép nagy gyertyákat kapunk, és az egész kriptoszektor átbillen egy mérlegen, és minden elem ö, hasonló struktúrát tud legalább arra a napra építeni. Viszont ezek a dodge gyertyák, ezek nagyon trükkösek, és azt tudom ajánlani, hogy mindenképpen gyakoroljatok, ha esetleg ö, ha esetleg nincs ilyen nagyon kifinomult strat, magabiztos stratégiátok, ö, hiszen ez tényleg ö, a legjobb kereskedőket is meg tudja izzasztani. Ez sajnos tényleg egy. Türelem, játék és egyszerűen folyamatosan pengének kell lenni, a koncentrációt nem szabad elveszteni, de az is legyen nálatok egy nagyon e nagy erény, hogy legyetek elég flexibilisek, tudjatok egyik elemről a másikra ugrani, lehet, hogy egy elem működik egy hétig, és utána nem működik egy hónapig, sajnos akkor azon a hónapig nem ülhetünk rajta, nem várhatjuk a csodát. De nagyon szép, én viszont nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy végignéztétek ezt a videót. A Discordon találkozunk, ha persze csatlakoztok, linket megtaláltok a leírásban. Az ilyen friss, érdekes és euh, mindenképpen nagyon számító, úgymond nagyon számító hírekért, pedig látogassatok el a tradermarket.com weboldalára, ahol a hírek szekcióban tudtok olvasni arról, hogy mi történik a kriptoszektoron, és tudtok arról olvasni, hogy mi történik egyébként a marketon, mind a kettő hihetetlenül fontos és érdekes. Tehát köszönöm, megnéztétek, jövő héten találkozunk videóformában, holnap pedig írásformában. Pacsi!